Közös megemlékezésre hívták a városlakókat. Koszorúzással kezdődött az október 23-ai emlékünnepség Dunaújvárosban. Az 1956-os temetői kopjafánál elsőként a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképzőiskola 11. F osztályos tanulói adtak emlékműsort, majd Borbulya Zoltán, a Pannon Oktatási Központ magángimnázium igazgatója mondott emlékező beszédet. Ebből most egy részlet következik. A jövő csupa múltból áll. Hangzik a jól ismert idézet. 1956 hősei bizonyosan nem azt várják tőlünk, hogy kívülről folyjuk az események lefolyását. Nem is azt, hogy név szerint ismerjük őket. Egy valamit azonban joggal várnak tőlünk. Azt, hogy hűek legyünk elveikhez, az általuk képviselt értékekhez, és tovább vigyük azt a hitet, az egységet, a közösségi értékeinket, amellyel a magyar nép jövőjéért áldozták életüket. A történelem már sokszor bizonyította, hogy a magyar nép különleges erővel és hittel bír, amely, ha kell, lerombolja a falakat, megállítja az elnyomókat, és ha kellett, a félholdat is teli holdá alakítja, elűzve ezzel az idegen hatalmat. Egy-egy városi rendezvényen rendre közre működnek az oktatási intézmények kisebb-nagyobb közösségei. Az 1956-os kopjafánál a kereskedelmi iskola diákjai készültek méltó emlékműsorral, amelyből most szintén egy részlet következik. A 20. század a magyarokra is sok megpróbáltatást rót. Két világháború, szenvedés, halál. 1945-ben egy megnyomorodott nép, 6 háborús év forzalma után, hittel, bizakodással tekintett a jövőbe. Hozzálátott az ország újjáépítéséhez. Felszabadultunk a szovjetek segítségével, ezért azonban nagy árat kellett fizetni. A segítség állarca mögött ott lapult a zsarnokság. Testet, lelket bénító időszak következett. Hogy zsarnokságban, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. A 1940-es, 50-es években dédszüleinknek minden szovjet mintára kellett tenniük. Akik szót mertek emelni ellene, azokat deportálták, bebörtönözték. Sokan hagyták el az országot. Ezek az előzmények lobbantották lángra 1956 történéseit. Az emlékműsort követően a kopjafánál elhelyezték az emlékezés virágait. Elsőként Dunaújváros megyei jogúváros nevében Pintér Tamás polgármester és dr. Molnár Attila jegyző közösen helyezték el az emlékezés virágait. Koszorúztak egyebek mellett például a Rajtaújváros frakció képviselői, a Fidesz helyi szervezetének képviselői, a nemzetiségi önkormányzatok, a Dunaújvárosi rendőrkapitányság, a tűzoltó parancsnokság, illetve a kulturális intézmények munkatársai, az oktatási intézmények, az óvodák intézményvezetői, valamint egyesületek, közösségek képviselői is.